Üdvözlök mindenkit, Nákrakrém vagyok a srácok! Jöjjön az Antem, beszéljük ki, és legyetek türelmesek, hogyha szeretnétek valami teljes információt kapni Antem jelenlegi állásáról, hogy érdemes lesz-e megvenni, mi potenciát látok én ebben a játékban, mit látok, hogy mi folyik e körül a játék körül, úgy értem gamerek VS, fejlesztők VS kiadó, a.k.a. Electronic Arts, és ezt mind meg fogjuk beszélni. Amit látjátok, ennek a videónak a címe az Antem Demo, ez is semmi, fog meg jól című történet, mert a demo konkrétan ez volt. Úgyhogy most egy kicsit menjünk bele a Gameplay részében jó, tehát hogyha azt írtam, hogy a demo esz, és semmi fog meg jól volt, akkor ezt meg szeretném magyarázni. Semmit nem kaptunk a demóba, azt illetően amire igazán kíváncsi vagyunk, milyen uh, lesz a játék egészében, miből akarnak pénzt csinálni, hogyan akarnak pénzt csinálni, mennyire lesz drága, amiből pénzt akarnak csinálni, és milyen potenciálja, lehetőségei vannak a játéknak. Ezért most a demo alapján igyekszek leszűrni uh, némi információt az a hírek alapján, ami körülveszi az antemet, és a gamerek, a többi nagyobb uh, videós és IE Game, Changer, uh, Game Changers propaganda videós hozzáállásából az egészhez. Livestreameltem eltem Antemet, úgyhogy ha szeretnétek azt is megnézni, Twitch nekrokrim megtaláljátok, ott is sokat beszélgettünk a játékról. Na most. A gameplay. Ebben a játékban kurva sok potencia van. A világ maga gyönyörű, a Javelinek, a.k.a. a robotok, a.k.a. hívjátok, ahogy szeretnétek, ötletnek jók. Ugye van belőlük öt klassz jelen pillanatban, nem, Ranger, Storm, Colossus és Interceptor, bocsánat, négy jelen pillanatban, és ennek a négynek vannak kombinációi, szóló, mit tudom én, kooperatív, mit, uh, elementál, fegyver, ezeket tudod kombinálni, Egyelőre úgy néz ki, hogy egy egész mély rétegig, de nem túl mély rétegig. A kombinációk valahol megütik a Destiny és Warframe közti állapotot. Ez a két játékhoz kell hasonlítsa, mert van hasonlóság a kettő között, a három játék között. És, mint mondtam, légy türelmes, és maradj velem erre a videóra, jó? A uh, lövöldözés című történet, uh, ugye egyelőre gyengécskék a fegyverek, de természetesen semmi konkrétat nem nagyon kaptunk ebben a demóban. Úgyhogy nem tudod eldönteni, ha majd lesznek az Epic fegyverek. Láttam egy-két videót, ahol voltak már ilyen Epic fegyverek, ilyen Game changers és elképesztő jó érzés volt nézni is, tehát gondolom játszó, és amit egy fegyver már jól működik, és látod, hogy az enemik élete elfogy, minden rendben van. Ugyanakkor szeretnék beszélni egy nagyon pozitív élméről, amit tapasztaltam az Antemben. Szóval három, hárman játszottuk, két barátommal játszottam a, az Anthem demót, és azt mondtuk egyszer csak, menjünk már egy hard küldetésre, de tisztában voltunk vele, hogy a fegyvereink még közel se érik el azt a szintet, amit hard küldetésen meg tudnánk csinálni. Hát talán négyszer vágtunk neki, újra és újra az utolsó fázisnak, ahol a boss volt, de geci jól szórakoztam. Azért, mert megvolt egy balans a nehézség és a fegyver devics között, a javelin demics között. Éppen nem tudtam egyhitelni a mobokat, de azért elég gyorsan öltem le ahhoz, hogy még türelemmel álljak hozzá a dolgokhoz, és a haverokkal való, ugye, Összhang és megbeszélés az egészben. A nehéz, az, hogy tényleg nehéz volt a küldetés, elképesztő élményt adott. És akkor megfogalmazódott bennem, ugye, hogy itt van három Grandmaster szint ebben a játékban. Most ugye a legutolsó Grandmasterben 3500 százalékkal növelik meg az enemi élete. Gondolom, hogy lesznek epic fegyverek, ahol a kismobokat ugyanúgy egy hiteled majd ezen a szinten is, de a fightok elképesztően, nagyon remélem, hogy elképesztően nehezek lesznek emiatt, és nem csak arról lesz szó egy bossfightban, hogy uh, golyófogó lesz a bossfight, hanem lesznek különböző mozgási és támadási mechanikái is. Egy kicsit ezen a téren szeretném, ha lopnának a Monster Hunter World-ből. Na most, itt fog állni az Anthem bukása, vagy sikere gameplay téren, ezeknél a fajtoknál ezeknél a Dungeonoknál. Ugy, ugyanis demo alapján ítélve ki voltam Freeplay-be, hát nem estem hasra, igen, a Freeplay jó lesz arra, hogy farmolgass, összegyűjtsd a gyársanyagokat, és majd legyársd azt, amire szükséged van erre jó lesz a flip Nem ütköztem nehéz elemikbe, nem igazán volt semmi nagyon extra, eh, amiért flip mennék, ezért úgy gondolom, hogy az Anthemnek a, eh, hogy is mondjam, a veleje, az az ilyen dungeon-szerű küldetésekben fog eldőlni, mint amit most itt a demóban is kaptunk a nagypók esetében. Állítólag ez a nagypók az egyik legkönnyebb küldetés volt, eh, vagy lesz, Reméljük, mert egyelőre ez tényleg nem volt nagy kívás, még Hardan is végigvittük, pedig nem igazán voltunk rá felszerelve, de uh, meglátjuk ebből a szempontból, itt fog eldőlni. És ezért mondom, hogy a, a demón, ez semmi fog meg jól volt, csak egy Eye Candy konkrétan, mert nem derült ki, hogy mit látunk és mit kapunk ebből az egészből. Uh, egy, egy dungeon kaptunk, ami alapján a gameplay nekem, a gameplay, a core gameplay, a, a kenyér meg a vaj, ahogy szokták mondani angolul, ugye, az nekem nagyon is bejött. A repülés kicsit fura volt PC-n, de hozzászoktam. A kontrollerrel elképesztően jó volt repülni, azt úgy is kipróbáltam. a grafika gyönyörű, a környezet gyönyörű, a harc gyors és intenzív, a jó érzés, minden mozdulat. A képességek jó érzés őket használni, a rendszer, amit kitaláltak, a perke, a, a, a bildelés köré korrekt, és rendben van. Minden azt sugalja, hogy rendben van ezzel a játékkal. De mégis hol kezdődnek a problémák, és most beszéljünk arról, tehát egy kicsit, hogy hova tart ez a játék. Rengeteg gamer van odakint, aki szeretné, hogy ez a játék elbukjon. Többnyire azért, mert IE áll mögötte, és hogy őszinte legyek veletek, az, hogy IE áll mögötte, az engem is megijeszt. A BioWare egy jó kiadó, én a bioware szeretem, a Mass Effect szériát imádtam, mindegy, hogy a Mass Effect 3-nak milyen vége volt, az Andromédát szerettem, és élveztem kiátszani. Röhögtem a sok bagon, a hülye arcanimációkon, és röhögtem, de nem mondom azt, hogy nem élveztem a gameplayt, mert élveztem a gameplayt, és nem volt baj vele. A bioware mint, kia, ö, mint, mint játékfejlesztővel nincs baj. A probléma a háttérben van. Láttam egy screenshotot egy képről, ahol beáraszták a skineket a, tehát, ahol be voltak árazva a skinek, és olyanok voltak, hogy egy Armor skinner valami 40 ezer játékbéli pénzt és 15 ezer ilyen Sárdot, vagy 15 ezer ilyen Sárdot, ugye valódi pénzért elköltött cuccot lehetett megvenni. Szóval 40 ezer Sárd, most elmondom a demóban ilyen 10 sárdot szereztél meg. Ez, tehát ez röhely. Persze, rögtön írták a fejlesztők, hogy ez minden nap fejlesztés alatt áll. De, ha azt hiszem, hogy küldetés alatt kb. 10 sárdot szereztem, és 40 ezerbe kerül egy páncél skin, a játékot, az első hónapban meg fogja ölni. Ha ezt véletlenül is megtartják, és az EA-nek az a célja, hogy pénzt szerezzen ez a játékot, tehát te sárdokat vásárolj, nehogy már belátható időn belül ki tud farmolni azt az adott cuccot, amit szeretnél, lem. ugye arra fog rávenni, hogy pénzt szerezzél, és majd meglátjuk, hogy mennyire, és reméljük, hogy a BioWare meg tudja védeni ebből a szempontból az ijétől egy kicsit a, a, saját játékát. Minden ilyen RPG-szerű játéknál, és a Warframe-nél is nagyon sokszor beszéltem erről, illetve a Warframe esetében inkább dicsértem ezt, hogy minden ilyen RPG-szerű játéknak belátható időn belül kell megadnia a jutalmat, amit a játék játékos keres. Ha ezt nem csinálja meg, akkor az a játék halott. Na most, ha az antennél ezt betartják, hogy játékonként kapok 10 játékbéli pénzt, és 40 ezerbe kerül egy izének a a páncél kifarvolása, akkor, akkor én azzal a játékkal nem akarok játszani. Élvezem a gameplayt, de nincsen jutalomforrás utána. És ha nincs jutalomforrás, akkor egy gamer azzal nem nagyon akar játszani ezzel a játékkal. Imádkozom, hogy ne így legyen, de ijjé áll mögötte, és ez a legnagyobb problémám. Ez az, ez az amitől a, játékosok, a nagyobb hangúak, akik nem EA Game a részei, azt akarják, hogy ez a játék elbukjon, és rengeteg negatív videót látok ezzel a játékkal kapcsolatban, és, és, nem értem, hogy mi el akarják buktatni a játékot, de nem azért, mert a játék szar, hanem azért, mert EA áll mögötte. Igen az Anthemnek katasztrofális volt a, a, demója. Katasztrofális abban a szempontból, hogy játékosok nem tudtak játszani, rengeteg uh, töltőképernyő keresztül kellett menni, igen, idő. A Warframe sem tökéletesnek született, sőt az elején kifejezetten unalmas volt, és most nézzétek meg, hol tart. Idő kell az Antemnek, és egy tíz éves projekt lesz. Szóval igen, jó lenne, ha nem az IE állna mögötte. Reméljük az IE nagyon sokat tanult az elmúlt évben ebből a, hogy is mondjam, sok szarból, amit rávetettek az emberek, mert, mert rávetettek sokat, és soha nem állt még az IE ilyen alacsonyan részvények terén. Igen, egyetértek azzal, hogy 2019-re az Istás szerelmére megnézhetnéd, hogy mennyien rendelték elő a tetves játékodat, és mennyien akarnak felcsatakozni arra a szervereidre, hogy egyszerűen tud biztosítani azt a uh, megfelelő szervermennyiséget, amire szükség van. Igen, készüljél fel, hogy most elsőn, uh, elsőtől harmadikáig ott lesz egy újabb ingyenes, demó, demo, és akkor még többen fognak felcsatlakozni, hogy végre játszassanak ezzel a játékkal. Ezekre igen, fel kellene már egy kicsit készülni 2019-ben LOL, ébresztő, Bioware, ébresztő IE. Szóval, ja, ezek, ezek mind ott kéne legyenek. De ha mögé nézek ezeknek, a nagy képre nézek, az Antem egy jó játék. Ne buktassunk el könyörgöm, és ne kampányoljunk egy jó játék ellen, adjuk meg az esélyt, ahogy megadtuk más játékosoknak is. Kurva sok játékos úgy érzem, hogy jelenleg nem látja a potenciált ebben az antemben, pedig van benne, nem kevés. De az egész múlni fog a gameplay minőségén, és nem feltétlenül a mennyiségén, Bóli fog a nehézségén a belátható időn belüli jutalmakon fog bóli, és hogy milyen kihívást fognak nyújtani ezek a dungeons. Mert bár open word, de mégis ilyen semi open word. Töltőképernyőkön megyünk keresztül egyes helyeken, és Hát nem olyan, mint a Destiny ebből a szempontból. Nem érzed azt, hogy egy nagyon open world, egy adott harc területen open world, de amúgy lineáris volt ez a dungeon. Ha kivész free akkor open world, de még annak is megvannak úgy a határai, hogy látod, hogy nagyjából eddig mehetsz, mert amúgy kimész a határa belül, szóval meg valahol ezt meg tudom érteni, hogy így döntöttek, mivel a Frostbite engine az elég masszív, és egy gépnek elég masszív dolog ezt lerenderelni, és itt térnék rá akkor a gép igényére. Fantasztikusan optimalizálatlan volt egy Frostbite engine képest, Battlefield 5 100-120 FPS, Antem, két K ról beszélünk, és Ultrán, Antem 40 FPS. Igen, érzékelem, hogy a különbség az azért van, mert az Antem világot legalább háromszor szebb, mint a Battlefield 5 világa. A kettőnek azért, hogy a Battlefield jobban is kell fusson, mert shooterről van szó. Szóval az Antem, az meg a szépségre is rá kell menjen, és gyönyörű az Antem világa. Ha nem egy G-Sync-es monitor előtt ülnék, őrületet kaptam volna időnként az 50 FPS-től, de a G-Sync gyönyörűen bevarázsolta ezt olyan érzetre, mint hogyha legalább százal játszanék. Na most kombináltam, a livestreambe kíváncsiak vagyok, nézzétek meg, kombináltam különböző felbontásokat, minden, hogy 1080p-re is levettem a játékot, és uh, lovon kaptam 90-100 FPS-t, ultrán 1080p-ben HD-n hát kaptam ugye egy olyan 40-50 FPS-t. Uh, bocsánat, nem, 60 uh, FPS, 2 k volt 40-50 FPS, uh, Full HD-ba, uh, 1080-nal uh, benne, i7 7700K, SSD-vel, 16 GB ram uh, ugye Ultrán 2 k kaptam, attól függ, hogy milyen helyen voltam, egy ilyen 40-től egészen 60-70 fps -ig. attól függ, hogy milyen helyen voltam, egyre volt itt ez a harc, és a többi, uh, Ja, ez, ez, ezek voltak a, a problémái. Minden bizony, hogy ha majd az Nvidia kidob egy szoftvert rá, akkor ez jobban fog futni, és biztos vagyok benne, hogy a BioWare is optimalizálni fogja egy kicsit jobban ezt a játékot. Szó mi szó, az Anthem jelen pillanatban és a BioWare sorsa is, mint kiadó, vékony jégen van. Nyomás érkezik az I felől, hogy ennek a játéknak pénzügyileg teljesíteni kell. Az I semmi mást, semmi más nem érdekli őket, semmi más nem érdekli őket, Sőt ez az Activision csak az, hogy ők pénzt csináljanak csak az, hogy meglejenek a kifizetések a befektetőknek. Semmi másra Nem érdekli őket, hogy néz ki a játék, nem érdekli őket, minőségi az a játék. A lényeg az, hogy ennek ennyi összeget kell behoznia, mert ez a fontos, és semmi más. Nem fontos a vásárló, nem fontos a vásárló élménye, csak fizessen, fizessen, fizessen. Ezzel ellentétben a bioware -nek a nyomás, ami van, hogy ők nekik ezt úgy kell megvalósítani ők a játékban, hogy te ezt elhidd és meg akarsz venni ezt a terméket. És itt a probléma itt van, hogy már a játékosok nem hülyék. És kurva sokszor megégettük magunkat. És már nem fogunk bedőlni. Egy ilyen kiválónak látszó és potenciával rendelkező játék bukását az jelentheti, hogy az olyan cégek, mint az i e és az Activision kiadó oldalról rengetegszer ábazták a vásárlót. És jelenleg az Antem ezen a vékony jégen sétál, a rengetegen kampányolnak ellene, amíg az IE harcol, hogy kampányoljon azért, hogy ez a játék sikeres legyen. A fejlesztők nagyon a játék védelmére vannak, hisznek a játékukban, ezt azt látom, tehát hisznek az antemben, és nagyon a védelmére keltek, és próbálták megmagyarázni, hogy mi történik. Leg Lehető legönszinténnek lenni ebből, én azt vettem észre, hogy a demó miért sikerült olyan katasztrofálisan, ahogy sikerült, miért voltak végtelen töltőképernyők, és a többi. Igyekeztek őszinték lenni, és hisznek a játékokba, és küzdenek érte, de van egy olyan érzés, hogy azért is küzdenek érte, mert az utolsó esélyük és az utolsó nagy dobásuk. Ha az Antem pénzt hoz a konyhára, megmaradnak, ha nem hoz pénzt a konyhára, akkor az Antemmal együtt a Bajover is eltűnik, ahogy az ie nek sikerült eltüntetnie hogy a Death Space nek a Visceral Games-t, a Death alkotóit. És sok más stúdiót zárt be, és olvasztott össze mással. Úgyhogy srácok, én, én szeretném, ha az Anthem sikeres lenne, kivárjuk, mert a demóból ezt én nem tudtam eldönteni. A gameplayt élveztem, a haverokkal való játékot élveztem, a solo-play-t élveztem, a dungeont, azt az egyet, ami volt benne, élveztem, a küldetés, az az egy, ami volt benne, rendben volt, várom a többit. És nem tudok véleményt mondani arról, hogy vedd -e meg, vagy ne vedd meg, ezen demo alapján, mert és semmit fog meg, jól volt tetszett a videó, srácok, dobjatok egy lájkot, iratkozzatok fel, további Antem uh, gameplayért iratkozzatok fel, mert lesz, és szemem rajta tartom a játékon, fogok róla videózni, szeretnék róla videózni, látok potenciált ebben a játékban, és ja, a következő demo után is lesz egy videó, ami hamarosan ugye bekövetkezik, addig is köszönöm a figyelmet, sziasztok!